Ma dönt a parlament, visszavonhatják a veszélyhelyzetet itthon. A magyarok többsége támogatta a lépéseket. Házakat és utakat rongált meg a vihar, még tart a kárelhárítás, van, ahol homokzsákokkal védik a hidat, hogy ne dőljön be. Európában lazítanak, Kínában pedig szigorítanak a koronavírus miatt. Egy kínai piacról újra elkezdett terjedni a fertőzés. Kiújult a feszültség, Dél-Korea szerint Észak-Korea felrobbantott egy irodát. Kim Jong-un a hadsereg bevonulását sem zárja ki. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Széke Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket. Ma szavaz az országgyűlés a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről. A kormány az elmúlt napokban többször is hangsúlyozta, hogy csak addig tartja fenn a különleges jogrendet, amíg arra szükség van. Ha második vagy harmadik hulláma is lenne a járványnak, akkor már nem kell veszélyhelyzetet elrendelni. A Nézőpont Intézet felmérése szerint a válaszadók 70%-a úgy gondolja, hogy a kormány jól kezelte a válsághelyzetet. Az operatív törzset azért kellett összehívni, mert megvan az első fertőzött. Március 4-én jelentette be Orbán Viktor a koronavírus első hazai fertőzöttjeit. Egy héttel később már országos veszélyhelyzetet rendeltek el. Számos intézkedés született, amellyel sikerült meggátolnia a járvány berobbanását. Beutazási tilalom lépett életbe, leállították a Magyarországra érkező vonatokat, buszokat és repülőjáratokat. Az iskolákban távoktatást vezettek be, és országszerte kijárási korlátozást léptettek életbe. A kormány intézkedéseinek is köszönhető, hogy az aktív esetek száma május eleje óta folyamatosan csökken. Ezért a kormány május 26-án benyújtotta a rendkívüli jogrend visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Erről döntenek ma a parlamentben. Ennek van egy jogi része, ami kimondja, hogy maga különleges jogrend megszűnik, és van egy jövőben mutató része, amely azoknak a rendeleteknek a fenntartásáról szól, amely ugyan a különleges jogrend ideje alatt született, de a hatálya az fennmarad annak megszűnését követően is. Itt azokra döntésekre kell gondolni, amely például a védőtávolság betartására vonatkozik, a maszkviselés szabályára vonatkozik, az időseknek a vásárlási idősávjára vonatkozik. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a magyar védekezési rendszer gyorsan és hatékonyan reagált a krízis helyzetre. A felmérések azt bizonyítják, hogy az emberek 70%-a egyetért a magyar kormány lépéseivel. Alig több, mint 3 hónapig volt csak érvényben ez a fajta különleges jogrend. Én úgy gondolom, hogy az európai összevetésben is egy csattanós választ ad mindazok számára, akik korábban kritizálták, vagy esetleg túlhatalom vágyával illették az Orbán kormányt. Ha az országgyűlés mai ülésén a képviselők jóvá hagyják, akkor a kormány a tervek szerint szombattól oldja fel a veszélyhelyzetet. A járványügyi készenlét ugyanakkor továbbra is fennmarad Magyarországon. Ezer alá csökkent az aktív fertőzöttek száma Magyarországon. Jelenleg 996 betegről tudni, közülük 255-en vannak kórházban. Az elmúlt egy napban csak egy embernél mutatták ki a fertőzést, és 2 idős krónikus beteg hunyt el a koronavírussal összefüggésben. Ezzel 565 főre emelkedett az elhunytak száma. A tisztifőorvos úgy fogalmazott, hogy lezajlott a járvány első hulláma Magyarországon, de az éberséget fenn kell tartani. A járványügyi éberség fenntartása rendkívül fontos, mert soha nem tudhatjuk, hogy hogyan alakul, hogyan terjed a vírus, hogyan változik meg a környezetünk, a környező országok és akár az egész világ járványügyi helyzete, hiszen ne felejtsük el, pandémiáról beszélünk. Ez a vírus Magyarországon is itt van, még jelen van, fertőzöttek vannak még közöttünk, úgyhogy az alapvető higién és szabályok, amelyeket megtanultunk minden bizonnyal néhány hónap alatt, változatlanul érvényben maradnak, ügyeljünk erre és tartsuk be őket. Járványügyi bevetési egységet hoznak létre, közölte az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor hangsúlyozta, hogy az új szervezet feladata a koronavírus elleni védekezési feladatok ellátása. Az egységet a helyettes országos tisztifőorvos vezeti, a testületben pedig a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a kórházparancsnoki támogató törzs, az állami egészségügyi ellátóközpont, valamint a honvédség képviselője is részt vesz.
Ezért döntött úgy Magyarország kormánya, hogy a járványügyi készenlétet fenntartja a veszélyhelyzet megszűnését követően is, és létrehoz egy olyan ideiglenesen működő szervezeti egységet, amelynek feladata a gyors és azonnalos reagálás, az együttműködési feladatok mielőbbi tisztázása és az azonnalos intézkedések bevezetése. Ennek az egységnek a neve járványügyi bevetési egység lesz. A nyári turista szezonra készülnek Európa szerte. Görögország megnyitotta a két legnagyobb repterét, és újra nyitnak a szállodák is. Spanyolországban sorra nyitnak a tengerparti strandok, Franciaországban pedig újra látogathatók a látványosságok. A kormányok abban bíznak, hogy az enyhítések nyomán csak hamar újraéled az idegenforgalom. Amszterdamból, Rómából, Párizsból és Dohából is vártak érkező járatokat hétfőn Athén repülőterén. Görögország hivatalosan is megnyitotta a turisták előtt. Abban bíznak, hogy több hónapos vesztegzár után helyreállhat az idegenforgalom. Az ellenőrzés azonban nem szűnt meg teljesen. Azokat az utasokat, akik járványügyi szempontból kockázatosnak minősített országból érkeznek, a repülőtéren teszteljük. Athénban kell megvárniuk az eredményeket. Ha negatív lesz a tesztjük, akkor tovább mehetnek kiválasztott úti céljukra, a karanténszabályok pedig érvényüket vesztik, magyarázta a görög polgári védelem szóvivője. Hétfőn újra nyitnak a szállodák és a múzeumok is. Az athéni régészeti múzeumban maszkot és arcpajzsot viselnek a dolgozók. A termekben pedig elhelyezték a távolságtartást jelző matricákat. Repülőtérre emlékeztető biztonsági rendszert alakítottak ki. Nem érzem magam veszélyben, minden rendben van, mondta egy látogató. Görögországban mintegy 700 ezer ember dolgozik az idegenforgalomban, az ágazat adja az ország GDP-jének csaknem 20%-át. Ezért a gazdaság talpra állítása szempontjából nagyon fontos, hogy tele legyenek a görög tengerpartok idén. A spanyol rivierán is különleges intézkedésekkel készülnek a turisták fogadására. Itt is a megszokottnál kevesebben lehetnek egyszerre a strandokon, és ügyelni kell a 2 méteres távolság megtartására. Van, ahol a napozó helyeket is előre kell lefoglalni, a mosdókat pedig UV-fénnyel fertőtlenítik. Franciaországban is elkezdtek újra nyitni a látványosságok. Párizsban pedig már a beltéri asztaloknál is fogadhatnak vendégeket az éttermek és a kávézók. Készen állunk, hogy ismét a legjobb szolgáltatásokat nyújtsuk a vendégeknek kellő biztonság mellett. Az asztalokat is fertőtlenítjük, és az online rendelést is megkönnyítettük, mondta egy étterem tulajdonos. Londonban is nyitnak az üzletek. A híres bevásárló utcán, az Oxford Street-en hosszú sorok alakultak ki. Volt olyan bolt, ahol már fél órával a nyitás előtt sorokban álltak az emberek. Volt, ahol a biztonsági őröknek kellett visszafogni a tömeget, mert egyáltalán nem tartották be a kötelező távolságot. A hazai nyaralás most a legbiztonságosabb. Erről Szlávik János infektológus beszélt az M1-en. A szakember szerint a határnyitások után természetes, hogy lesznek olyan családok, akik a közeli országokba mennek nyaralni. Szlávik János ugyanakkor kiemelte, hogy az úti cél megválasztásakor érdemes összehasonlítani a fertőzöttségi számokat, és csak olyan országba javasolt utazni, ahol kevesebb a fertőzött, mint itthon. Tehát Horvátország esetét tekintve, ahol kevesebb napi esetszám van, mint Magyarországon, Görögországban egészen biztonságosnak tűnik a nyaralás. Olaszországnak a déli részein, ugye ott egyelőre Lombardia tartományra korlátozódnak a nagyobb esetszámok. Spanyolország egyelőre nem javasolt, hiszen utazási korlátozások vannak, és még nagyon sok eset van. Úgyhogy tájékozódni kell, meg kell nézni, hogy hány eset van. Egy bizonyos hullám azért jóval később várható. Tehát, hogyha valaki a következő hetekben, hónapokban tervez, akkor a jelenlegi számok jól meg fogják határozni azt, hogy veszélyben van-e vagy sem. Ausztria 31 ország irányába nyitotta meg a határait éjféltől, vagyis az ország gyakorlatilag teljesen visszavonta a kiutazási korlátozásokat. Tegnap pedig a járvány kezdete óta először felszállt az osztrák légitársaság első járata. Most kapcsolunk Bécsbe, ott van Noll Katalin. Katalin, talán már most látható az, hogy mekkora is az osztrákok utazási kedve. Hányan terveznek külföldi nyaralást? Osztrákok utazási kedve.
Köszöntöm a nézőket. Júniusban az utazási irodák is megnyitottak Ausztriában. Azt azért még nem állíthatjuk, hogy a mögöttem látható utazási irodában egymásnak adnák a kilincset az utazni vágyók. Abban viszont bizonyosak lehetünk, hogy a lehetőség fennáll, tehát 3 hónapos kihagyás, 3 hónapos szünet után ismét tervezhetnek nyaralást az osztrákok, mégpedig 31 országba biztonságosan, az Európai Unió valamennyi államába, kivételt jelent Svédország, Spanyolország és Portugália, és kivételt jelent az EU-ból kilépett Nagy-Britannia is, és valóban újraindította járatait az Austrian Airlines hétfőn, júliustól egyébként tengeren túli utakat is lehet tervezni, Chicagóba, New Yorkba, Washingtonba, sőt Bangkokba is lesznek majd járataik, a mai napon pedig a másik osztrák légitársasága, Lauda Motion is elindítja járatait. Nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy vajon ugyanolyan lesz-e ez az utazás, ugyanolyan nyaralásra számíthatnak-e, mint a járványt megelőző időszakban. Nos, a szakemberek egyértelműen az óvatosságra, a körültekintésre hívják fel a figyelmet, arra, hogy tájékozódjanak a célországban lévő járványhelyzetet illetően, hiszen Bécsről is elmondhatjuk azt, hogy míg egyik napról a másikra átlagosan 20 új fertőzöttet diagnosztizálnak, addig például hétfőről kedre már több mint 40-en fertőzöttek meg Bécsben a koronavírussal. Az osztrákok egynegyed egyébként a felmérések szerint nem fél a koronavírustól, és az Austrian Airlines osztrák légitársaság meghirdetett járataira már 70%-ban történtek foglalások. Az osztrák kormány egyébként azt tanácsolja az osztrákoknak, hogy a lehetőség szerint maradjanak otthon, tervezzenek Ausztriában nyaralásokat, vagy a szomszédos országokba, akár például Magyarországon is szeretettel várják az osztrák turistákat. Noll Katalint kapcsoltuk, köszönjük szépen! Egyre több országban derül ki, hogy túl korán lazítottak. Törökországban és Új-Zélandon is újra berobbant a koronavírus járvány, de a járvány gócpontja továbbra is Latin-Amerika. A lemaradó országok egészségügyi rendszere összeomlott, a szegényeknek ezért esélyük sincs a túlélésre. Sok helyen azért zárják be a kórházakat, mert az orvosok megfertőzöttek. Házról házra járnak védőöltözetben az egészségügyi szakemberek Ankarában. Kijelölt lakásokba csengetnek be, hogy mintát vegyenek. Országos felmérést indított hétfőn a török tiszti orvosi szolgálat. 81 településen 150 ezer ember tesztelnek koronavírusra. Szeretnék felmérni, hogy a lakosság hány százaléka fertőződhetett meg. A török kormány nemrég enyhített a korlátozásokon, de a kávézók, az éttermek, a parkok és a strandok még nem nyitottak újra. A fertőzöttek száma közben meredeken emelkedik. Egy nap alatt 1500 új beteget regisztráltak. Törökország továbbra is a koronavírus járvány egyik gócpontja közel Európához. Éppen egy hete törölték el az utolsó korlátozást Új-Zélandon. Most annyian vannak a kávézókban, hogy mozdulni sem lehet. Minden asztal tele van. A kormány vírusmentes országnak nyilvánította Új-Zélandot, de hétfőn újra feltűnt a járvány. De a kormány szerint nincs ok az aggodalomra, mert ezek csak külföldről behurcolt esetek. A két új eset két fiatalkorú nő, rokonok egy családból. Nemrégen jöttek vissza Nagy-Britanniából. Számítottunk arra, hogy egyedi esetek még a jövőben is előfordulhatnak. Nagy erőkkel folytatjuk a kontaktok felkutatását és a megelőzést, nyilatkozta az új-zélandi tiszti főorvos. A WHO adatai szerint a járvány most Latin-Amerikában terjed leginkább. A szegény, rossz egészségügyi ellátórendszerű államokat felkészületlenül érte a vírus. Mexikóban napi 1000-nél is több új beteget regisztrálnak, de a karantén közben beláthatatlan következményekkel van az ország gazdaságára. A nagy kockázat ellenére a mexikói kormány kénytelen enyhíteni a szigoron. Csak Mexikóvárosban több mint 200 ezer családhoz kopognak be, és szórólapokon magyarázzák el, hogyan védekezzenek. Ez már Peru. Brazília után ez a koronavírus járvány második legnagyobb gócpontja. Már jóval 200 ezer felett van a fertőzöttek száma. A kormány nem tudja megfékezni a gyors terjedést. A halottak száma is meredeken emelkedik. Üres a Limai katedrális. A perui érsek arra kérte a hozzátartozókat, hogy küldjenek fotót az elhunyt rokonaikról. 6000 fotó gyűlt össze, és egyenként elhelyezték a templomok székein. Az érsek így celebrált nagy misét az áldozatok emlékére. A perui egészségügyi ellátórendszer összeomlott. A legszegényebb embereknek esélyük sincs a túlélésre. Nagyon meghatottak az áldozatok fényképei a templomban. Így együtt tudok érezni a rokonok fájdalmával, mondta a limai érsek.
Aggasztó a helyzet a szomszédos Bolíviában is, ahol tömegesen kapják el a fertőzést az ápolók és orvosok. Ezért sorra zárnak be a kórházak és az egészségügyi intézmények. Hétfőn a főváros La Paz legnagyobb kórháza is bezárt, ahol egy nap alatt 7 orvos fertőződött meg. A kormány közben megerősítette a rendőri jelenlétet az utcákon, ezzel próbálják megfékezni a járvány terjedését. Tovább nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma Kínában, miután a hétvégén felfedeztek egy piacot, amely a vírus újabb gócpontja lehet. A koronavírus Kínából indult, és ez az ország volt túl a fertőzésen legkorábban, de most úgy tűnik, hogy újra berobbanhat a fertőzés. Most kapcsolunk Pekingbe, Nagy Marianhoz. Marian, hogyan reagál Kína az újabb fertőzésekre? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Egyelőre helyi intézkedésekkel reagálnak Peking, ugye az új góca a járványnak, illetve Peking déli kerülete, ahol ez a nagybani piac található, amelyet említettél. A piacot a góc felfedezése után azonnal bezárták, és ott vizsgálatokat tartottak. Élelmiszerekben, árucikkeken nem találtak egyébként vírust, tehát úgy tűnik, hogy a járvány az embereken keresztül terjedt, és most már a 27 újabb megbetegedéssel 106-ra emelkedett az újonnan azonosított esetek száma itt a fővárosban, de a környező tartományokban, illetve az ország egyéb részein is azonosítottak olyan fertőzötteket, akik a pekingi góccal kerültek kapcsolatba, és ezt követően utaztak át az ország más részeire. Így olyan óvintézkedéseket vezettek be ismét, hogy a Pekingből utazóknak 14 napos karantént tettek kötelezővé az ország több másik pontján, például Shanghaiban is, illetve azokat a lakónegyedeket, ahol fertőzötteket azonosítottak, azokat most vesztegzára helyezték ismét itt Pekingben, tehát onnan a lakók csak legfeljebb napi egyszer és bevásárlás céljából hagyhatják el csak az otthonaikat, de a város többi részén ez egyelőre nem érzékelhető. Az egyetlen olyan intézkedés még, amit minden pekingit érint, az az, hogy a távolsági buszok közlekedését is felfüggesztették, illetve a személyszállítás is szünetel a városon kívülre. Erről a nagybani piacról egyébként annyit mindenképpen megemlítenék, hogy Peking mezőgazdasági termékeinek 80%-át biztosítja, tehát elég komoly aggodalom alakult ki az élelmiszerbiztonság kapcsán itt a város lakóiban, de a hatóságok azzal igyekeztek mindenkit megnyugtatni, hogy a vizsgálatok alapján, ahogy már említettem, az élelmiszerekben nem találtak vírust, illetve nagyon gyors kontaktkutatást és tesztelést végeznek azoknak a körében, akiknél a fertőzés kockázata fel. Merült csak vasárnap több mint 76 ezer ember teszteltek, és mindössze 59 esetben volt pozitív a vírusteszt. Tehát úgy tűnik, hogy egyelőre még komoly terjedésről nem lehet beszélni, és a hatóságok álláspontja az óvatosság, de egyelőre a nagyon-nagyon átfogó szigorításokat még nem kezdték el bevezetni a városban. Nagy Mariannak Pekingből köszönjük szépen! A koronavírus miatt veszélyes lenne februárban Oscar-gálát rendezni, így látják a filmipari szakértők Hollywoodban. Előfordulhat ugyanis, hogy a szokásos februári időpontban tombolni fog a járvány második hulláma. A szervezők ezért bejelentették, hogy február helyett áprilisban rendezik a gálát. Halasztásra eddig csak 4-szer volt példa. Los Angeles, Lukoszki Gábor. 40 évvel ezelőtt, 1981-ben volt utoljára példa arra, hogy elhalasztották az Oscar-díját adót, akkor a Ronald Reagan elnök ellen megkísérelt merénylet miatt késett 24 órát az Amerikai Filmakadémia díját adója. A koronavírus járvány miatt azonban a tervezetnél 2 hónappal később tartják majd meg jövőre a vörösszőnyeges eseményt Hollywoodban, február helyett áprilisban adják majd csak át az Oscar-szobrokat. Az elmúlt hetekben az Akadémia módosította nevezésre vonatkozó szabályrendszerét, hogy legyenek alkotások, amelyeket versenybe lehet küldeni. Történt ez azután, hogy a járvány miatt Amerika szerte zártak be a mozik és filmbemutatókat halasztottak el. Az Oscar díjátadó időpontjának módosítását követően valószínűleg az amerikai filmfesztiválok és más filmes díjátadók időpontja is módosul.
Ahogy a híradó elején mondtuk, ma szavaz az országgyűlés a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről. Pár perccel ezelőtt döntöttek a képviselők. Már is kapcsoljuk az országgyűlés épületét, ott van Császár Attila. Attila, mik a legfrissebbek? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Nos, valóban megszavazta a parlament a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény visszavonását, és ebben a tárgykörben egyébként két voksolásra is sor került. Ebben a témakörben a minősített többséget, tehát a kétharmadot igénylő szavazatok tekintetében 192 igen és 0 nem, illetve 0 tartózkodás volt a végeredmény. Az egyszerű többség esetében pedig 191 igen, 0 nem és 0 tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy ezt a részét az ellenzék megszavazta. Magyarán a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény visszavonását az ellenzék elfogadta. Ugyanakkor az átmeneti szabályok fennmaradásával összefüggésben ott már egy egészen más végeredmény körvonalazódott. Itt a kétharmados arány esetében 135 volt az igen, 54 a nem és 3 tartózkodás. Tehát itt az ellenzék már a másik arcát mutatta ebben a kérdésben. Itt az átmeneti szabályok fennmaradása vonatkozásában azt kell tudni, hogy például fennmarad ugye a hitelmoratórium, illetve az operatív törzs is továbbra is dolgozni fog minden nap a kormány szándékai szerint, és az egészségügyi készenlét állapotát is fenn fogja tartani a kormány. Ugye tudják a kedves nézők azt, hogy az ellenzék azt híresztelte a koronavírus törvénnyel kapcsolatosan, hogy ez egy állandóan fennmaradó jogszabályi lehetősége lesz a kormánynak és azon belül is Orbán Viktor miniszterelnöknek. Nos, az élet rácáfolt erre, mert hogy az általuk javasolt 90 napos időkorlátot sem lépte túl a kormány, tekintettel arra, hogy március 30-án döntött a parlament a veszélyhelyzet elrendeléséről, ma pedig ezeket a beterjesztett javaslatokat elfogadta. Amiről viszont tudni kell, hogy még az országgyűlés elnökének, illetve Áder János köztársasági elnöknek is ellen kell jegyezni majd ezt a két elfogadott törvényt. Jelenállás szerint úgy néz ki, hogy június 20-ától, tehát szombattól megszűnik majd a veszélyhelyzet, amit korábban a kormány kért a parlamenttől. Döntés volt még az örökbefogadással kapcsolatosan is. Ennek az a lényege, hogy ingyenes, illetve szabadon választhatóvá válna az örökbefogadói tanfolyam. Itt egy 40 órás képzésről van szó, és mintegy 140 ezer forintos költségről. Ez most megszűnne azért, hogy a gyerekek minél hamarabb kerülhessenek a családba. Érdekes, hogy itt az ellenzék ezt a 40 órás tanfolyamot támadta. Álláspontjuk szerint ezt meg kellene, illetve meg kellett volna tartani. Szigorítják ugyanakkor ebben a tárgykörben a vérszerinti szülők kötelezettségeit, az örökbefogadó szülők és a gyermekek közötti lehetséges legnagyobb időintervallumot, tehát amikor örökbefogadják a gyermeket, illetve amikor az örökbefogadó szülő a konkrét életévét betölti, ez 45-ről 50 évre fog most emelkedni. Így a korábbi akár 5-600 napos örökbefogadási intervallum is jelentősen le fog csökkenni, majdnem a felére, a kormány számításai szerint körülbelül 9 hónapot fog majd ez igénybe venni. Az idei költségvetés módosításáról is döntés született, így 132 igen, 51 nem és 5 tartózkodás mellett elfogadta a parlament, hogy az idei év módosításai tekintetében gazdaságvédelem költségvetése legyen az idei. A kormánypártok úgy mondják, hogy mindez jó alapot biztosít arra, hogy hazánk ismét a növekedés útjára lépjen. És még egy utolsó hadd emeljek ki, elfogadta a parlament a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára emlékező politikai nyilatkozatot is. Itt 183 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, tehát egységes volt a tekintetben a parlament. További részletekkel majd a későbbi híradásainkban szolgálunk a Szó a stúdiói. Visszavonta tehát a veszélyhelyzetet az országgyűlés. Császár Attilának köszönjük szépen!
Országszerte tart a kárelhárítás a hétvégi vihar után. A hétvégi felhőszakadás utakat rongált meg, és házakat öntött el. A helyzetet nehezíti, hogy sok helyen tegnap is esett az eső. Volt, ahol aluljárókat öntött el a víz. Bajóton a legrosszabb a helyzet, ott homokzsákokkal támasztják meg a patakhídját. Tengelyig gázoltak az autók a vízben hétfő este Kecskeméten, a Szolnoki úti aluljáróban. Sokan meg se próbáltak belehajtani a vízbe, inkább visszafordultak. Rövid idő alatt 27 mm eső zúdult a városra. A csatorna hálózat nem mindenhol bírta a terhelést, az aluljáróban is ezért gyűlt össze a víz. Az átjárót éjszakára lezárták, és csak reggel nyitották meg, amikor ismét biztonságosan lehetett használni. Homokzsákokkal támasztják meg a patak hídját az önkormányzat dolgozói a Komárom-Esztergom megyei Bajóton. A település alacsonyabban fekvő részein is védművet építenek egy esetleges újabb villámárvíz ellen. Ez egy nagyon összetett és nehéz feladat, hiszen a villámárvizekre való felkészülés inkább a megelőzés, mint a védekezés. A villámárvizeknek a jelentősége, hogy a leesett csapadékot követően 1-3 órán belül a leesett vízmennyiség átzúdul az adott településen. Erre akkor idő, hogy védekezzünk, nem sok van. Itt a megelőzés a lényeges, a megelőzés a hangsúly. Vasárnap rövid idő alatt nagy mennyiségű eső zúdult a falura. A vízelvezető árkok nem bírták a terhelést, még ma is sár borítja az utcákat és a kerteket. A víz sok helyen a házakba is betört. Nem tudom, hogy mekkora a kár, még nincs összeszámolva, látni a parkett, a fő van szedve, az ajtótokok mennek széjjel, az ajtólap szint úgy megy széjjel, itt van. A kanapé szét megy, ezt már nem lehet kipucolni, folyik belőle az iszap ki. Talicskával hordják ki az iszapot egy ház udvaráról a Fejér megyei Gyúrón. A vasárnapi özönvíz után szinte az egész települést iszap borítja. Az áradat megrongálta a vízelvezető árkok hídjait, és több üzletet is elöntött. Hát azt a szemétkupacot azt mondom, a túloldalról hozta víz legalább 30 métert idáig. Ennek az üzletnek a tulajdonosa azt mondja, vasárnap délután óta folyamatosan takarítanak. Vasárnap este 11:30-ig itt voltunk, a sarokat, vagy sarat takarítottuk el innen, meg a törmeléket, meg a korlátunkat, meg táblákat, mindenféle hordalékot, amit ide hordott. Hétfőn délelőtt folytatódott egész estig a munkálat. És most már a mai nap folyamán igazából már csak mossuk le a sarat, takarítjuk el a betont, próbáljuk helyreállítani, igazából egy élelmiszerre foglalkozunk, hogy minden tiszta legyen. Az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatar, felhőszakadás és tartós eső miatt figyelmeztetést adott ki Vas és Zala megye kivételével az egész országra. Folytatódik a kárelhárítás tehát a hétvégi özönvíz után. A Komárom-Esztergom megyei Bajótra kapcsolunk most, onnan jelentkezik a részletekkel Cserei Judit. Judit, mi a helyzet most nálatok? Szervusz, itt vagyunk a falunak a középpontjában, még mindig homokzsákpakolás van, ugyanis az érintett házak, amelyek úsztak 25-30 cm volt ugye bent a lakóterekben az iszapos víz, oda bizony viszik a homokzsákokat, mert megpróbálnak védekezni, ugyanis ahogy hallottuk is, citromsárga elsőfokú riasztás van érvényben, és bizony itt Bajóton a kora reggeli órák óta gyakorlatilag folyamatosan szakad az eső, úgyhogy pakolják a homokzsákokat, és itt vannak a Magyar Közútnak a munkatársai is, akik egyébként útburkolat tisztítást végeznek, mert hogy mindenhol, még centiméterekben a főúton is, még mindig áll az iszap, még mindig áll a hordalék, úgyhogy ők próbálnak ebben segíteni, hogy megtisztítsák az utakat, de ez nagy mértékben nehezíti maga az időjárás. Közel 50 ingatlant érintett itt a vasárnapi katasztrófa. Több olyan házban, lakóingatlanban is voltunk, ahol még mindig folynak a takarítási munkálatok, a helyreállítási munkálatok, és a fertőtlenítés is. Polgármester úr is elmondta, hogy körülbelül 300 millió forintos akár csak itt egy Bajóton, úgyhogy itt gőzerővel, ahogy lehet is látni, útburkolat tisztítás van, illetve pakolják a homokzsákokat továbbra is a munkások. Cserei Juditnak Bajótról köszönjük szépen! 50 milliárd forintból épülhetnek köznevelési intézmények és iskolai sportlétesítmények Magyarországon a következő években. Ezt a pénzügyminiszter jelentette be, miután aláírta az erről szóló hitelszerződést. Varga Mihály szerint a fejlesztések csaknem 10 000 fiatal oktatását és sportolását támogatják. Hazánk
sikeresen fejezte be ezeket a beruházásokat. Több mint 80 oktatási intézmény újult meg, és mintegy 50 sportlétesítmény épült Magyarországon. A hazánk számára tehát előnyös, ha folytatjuk a programot. Az újabb fejlesztési forrásból 8 iskola, 16 osztályterem, 20 tornacsarnok, 26 tanmedence és 17 kézilabda csarnok épül. A szünidő kezdetével indul a nyári diákmunkaszezon is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ezért a szabályok betartására figyelmeztet. Például, hogy a diákok foglalkoztatásánál is munkaszerződést kell kötni. 16 éves koruktól csak szülői engedéllyel vállalhatnak munkát a tanulók, 15 évesen pedig kizárólag a szünidő alatt dolgozhatnak. Fontos szabály az is, hogy a diákok naponta legfeljebb 8 órát tölthetnek munkával, és éjszaka nem dolgozhatnak, ahogy rendkívüli munkaidő sem rendelhető el a részükre. Fontos tudni, hogy a nyáron dolgozó diákokra ugyanúgy érvényes a minimálbér, illetve a garantált bérminimum. Azaz amennyiben napi 8 órát dolgozik, havonta legalább 161 ezer forint kell, hogy legyen a bére, vagy amennyiben középfokú végzettséget vagy szakképesítést igénylő munkát lát el, ugyanannyi munkáért legalább 210.600 forint illeti. Dél-Korea szerint Észak-Korea robbantotta fel az összekötő irodának helyet adó épületet a két Korea határán. Ezt a dél-koreai hatóságok közölték, miután hajnalban robbanást és gomolygó füstöt észleltek Kaesongban. A kapcsolattartás javítására az irodát 2018-ban nyitotta Pjöngjang és Szöul. A robbanás előtt nem sokkal Észak-Korea azt közölte, hogy fontolóra veszi a hadsereg bevonulását a két Koreát elválasztó fegyvermentes övezetbe. És kapcsoljuk az M1 távol-keleti tudósítóját, Kis Gábor Istvánt. Ugye egyelőre mindenki visszafogottan nyilatkozott, de nyilvánvaló és látványos ez a feszültség. Egyértelmű, hogy látványos, és talán éppen ez volt a cél. Az észak-koreai hírügynökség egyáltalán nem volt visszafogott. Robbantásról van szó. A diktatúra hírügynökségei ezt megerősítették. A fekete-fehér képeken lehet látni az általad is említett demilitarizált zóna fölött a gomolygó füstöt, és a közelben élők hallották a robbantást is. Az összekötő iroda lényegében a két ország nagykövetségeként működött. Egy 4 emeletes épületről van szó. A második emeleten a dél-koreaiak, a negyediken pedig az észak-koreai hivatalnokok dolgoztak, mielőtt a koronavírus járvány kitört volna a térségben. Ez indokolja ugyanis, hogy most senki nem tartózkodott ebben az épületben, amely viszont megsemmisült. A diktátor, az észak-koreai diktátor formális pozíció nélküli, de nagyon befolyásos politikus arról nyilatkozott a hétvégén, hogy össze fog omolni ez az épület, le fogják rombolni az északi szóhasználat szerint feleslegessé vált épületet, és hát látjuk, hogy ez nem volt üres fenyegetés, és éppen ezért kell figyelni az általad is említett további katonai akcióra, amelyről ugyanez a politikus beszélt. A déli elnök, a dél-koreai elnök Szöulban azonnal válságtanácskozást hívott össze. Az Egyesített Vezérkari Főnökség azt közölte, hogy egyelőre az északi csapatmozgások nem rendkívüliek, nem látni további katonai akció lehetőségét semmilyen formában, és egy elég éles hangú közleményt adott ki a dél-koreai hatóság, hogy nem fognak késlekedni a válaszcsapással, és az északi országrésznek, az észak-koreaiaknak számolniuk kell döntései következményével. Szóval talán valószínűleg éppen egy nagyon látványos akció, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a 2018 óta tartó közeledésben a legnagyobb távolodás történt ezzel a robbanással. Ez volt a legsúlyosabb incidens. Kis Gábor Istvánt kapcsoltuk, köszönjük szépen! Harmadik hete tart a tüntetés hullám az Egyesült Államokban. A tiltakozások hatására New Yorkban és Atlantában is rendőri reformok lépnek életbe. Donald Trump várhatóan kedden ad kirendeletet a rendfenntartásról. Az M1-nek nyilatkozó hírszerzési szakértő szerint a demokrata pártnak az az érdeke, hogy minél tovább tartsanak a zavargások. Csatatérré változott Richmond belvárosa, amikor újra összecsaptak egymással a tüntetők és a rendőrök. Több százan vonultak az utcára Virginia fővárosában. A demonstráció békésnek indult, de néhány demonstráló kivált a tömegből és összecsapott a rendőrökkel. Paprikaspréjjel és villanógránátokkal oszlatták a tömeget, a sérültek között rendőrök is voltak.
New Yorkban is sokan tüntettek azért, hogy a kormány szüntesse meg a rendőrséget. Közben a helyi rendőrfőnök bejelentette, hogy New Yorkban feloszlatják a civil ruhásokból álló mintegy 600 fős bűnügyi csoportot. Ez egyáltalán nem kockázat nélküli, hadd tegyem ezt világossá. Ez a felelősség az én vállamat nyomja majd. Aggódom, amikor meghozom ezt a döntést, de meg kell védenem a városban élőket és a rendőröket. Ki kell építeni a bizalmat az emberekkel, fogalmazott New York rendőrfőnöke. Azonnali rendőrségi reformot követeltek a tüntetők Atlantában is, miután pénteken rendőri intézkedés közben életét vesztette egy 27 éves afroamerikai férfi. A tüntetésből itt is zavargás lett, ezért a megölt férfi özvegye arra szólította fel a tömeget, hogy hagyják abba a rendbontásokat. Köszönöm mindenkinek a tiltakozásokat, a szeretetet és a támogató szavakat, de ez már nem hozza vissza a férjemet, mondta a férfi özvegye. Az atlantai polgármester is változást jelentett be. Hétfőn olyan rendeleteket adott ki, amely szerint a rendőröknek csak arányos erőszakot szabad alkalmazniuk, és elsősorban a feszültség csökkentésére kell koncentrálniuk. Atlantában és az egész országban ez egy nagy munka kezdetét jelenti, meg kell védenünk a közösségeinket. A rendőröknek őröknek kell lenniük, nem pedig harcosoknak, fogalmazott Atlanta polgármestere. Donald Trump elnök közben bejelentette, hogy rendeletet ad ki a rendfenntartásról, de a részletekről egyelőre keveset lehet tudni. Az amerikai elnök ugyanakkor felszólította Washington állam kormányzóját, hogy vezényelje a Nemzeti Gárdát Seattle-be, ahol erőszakos tüntetések zajlanak. Bevették már Seattle városát, a kormányzó meg azt mondja, nem hallott róla semmit. Be kell hívni a Nemzeti Gárdát, de mindenképpen tenni kell valamit, mondta Donald Trump. Az elnök azt mondta, ha a kormányzó és a polgármester nem lép semmit, akkor ő maga cselekszik majd. Seattle-ben a tüntetők egy egész városrészt alakítottak ki, ahol ők irányítják az életet. Az M1-nek nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint a tömeg egyik része azért tüntet, mert nem hisz a nemzetállami létformában, de a háttérben politikai okok is lehetnek. A másik ok ugye Egyesült Államokban a demokraták érdeke abból a szempontból, hogy a Trumpi elnökséget valamilyen szinten lejárassák. Ugye november magasságában kezdődnek az elnökválasztás Egyesült Államokban, tehát mindenféleképpen szeretnének egy olyan pszichés helyzetet fönntartani a tömeg szintjén, a választók szintjén, akik aztán egyszer csak azt mondják majd, ugye látva az űrzavart, látva a káoszt, látva a rendetlenséget, hogy nekünk egy olyan vezető kell, vagy olyan vezetés kell, amelyik ezt meg fogja szüntetni. A szakértő kiemelte, hogy a mostani tüntetés hullám és az űrzavar már a kampány része. Az Egyesült Államokban ugyanis novemberben elnökválasztás lesz. Itthon újabb üteméhez érkezik az Antenna Hungária technológia váltása. Az átállás ezúttal a Dél-Dunántúl és Dél-Alföld egyes területein működő Mindig TV és Mindig TV Extra előfizetőit érinti. Holnap 0 óra és déli 12 óra között teljes vagy részleges leállás várható a Mindig TV és a Mindig TV Extra szolgáltatásokban. A megadott időszakban Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megye egyes területein bizonyos csatornák nem lesznek elérhetők. És eddig tartod a Híradó délben, további híreket találnak a híradó.hu oldalon. Nem sokára folytatjuk a sporthírekkel, a Nemzeti Sporthíradóval, maradjanak velünk!